Igen, küzdelmes, bal szerencsével teli szezonon van túl a Kalocsai Futballklub felnőtt csapata, hiszen az évad döntő részében rendre több kulcsjátékos is sérült volt, így az elmúlt két évben bronzérmes kalocsai együttes idén kénytelen volt beérni a 11. helyjel. Bár a tavaszi fél év jobban sikerült a gárdának, azonban sérülések tekintetében a sors az elmúlt hónapokban sem volt túl kegyes a klubhoz. Ahogyha bővebb lett volna a keret egy 3-4 játékos, akkor ez a egész éves teljesítményünk jobb, de ez az egész egyesület életében egy nagy hullámvölgy volt, egész egyesület életében egy nagyon rossz év volt. Remélem, hogy ilyen több nem lesz, és majd a következő szezonok úgy tudunk nekivágni, hogy egy bővebb kerettel, egy acélosabb vezetéssel, egy acélosabb egyesülettel, hogy azért a Kalocsa futballjára az volt jellemző, hogy mindig egy meghatározó csapat volt a megyei szinten. A KFC a téli pihenő alkalmával egy rutinos középpályást igazolt, aki igen hasznosnak bizonyult, azonban ettől függetlenül Márton Zsolt úgy véli, hogy továbbra is kellene igazolniuk számos posztra. Igaz, most még a jelenlegi keret egyben tartása a legfőbb cél. Kellene védő mindenféleképpen, kellene egy ballábas játékos, vagy középpályás, vagy védő, kellene mindenféleképpen még egy támadó szellemű játékos, és ez úgy középpályás, ez úgy kitölti ezt a 3-4-4 szerepet, illetve kapus. Most úgy néz ki, a kapus dolgunk az megoldódik, mert a Vatti Adrián, aki eddig ugye 15 éves volt, most betölti idén a 16. évét, tehát ősszel őre már számíthatok, illetve Paksó haza fog térni egy kalocsai játékos, a Hegedűs, és ő már velünk edz május óta. Vele kapcsolatban Márton Zsolt hozzátette, hogy 99% miszerint a kalocsai játékosa lesz. Akkor igazolgatni, meg akkor keresgélni, hanem július 10-én azzal a 18-20 ember elkezdeni a lapozást, akire számolunk egész évbe, és tudjunk végigcsinálni egy aránylag rövid, de egy intenzív alapozást, ahhoz, hogy majd az őszi szezonunk jó legyen. A KFC vezető edzője elmondta továbbá, hogy Dobler Bence kivételével, akinek július elején műtik a térdét, jelen pillanatban a teljes keret egészséges.